Köszöntöm Önöket újra itt a lélekben. Minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget vagy betegséget járunk körül. Célunk, hogy az alapoktól közérthetően számos tévhitet is tisztázva mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy a témában jártas szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni egy-egy jelenség vagy betegség lélektani hátterét és folyamatait. A második részben pedig egy az adott pszichológiai zavarban érintett ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléseiről, tapasztalatairól. Ma egy komplex mentális állapotot, a borderline személyiség zavart igyekszünk megérteni, mindenekelőtt dr. Bánki György pszichiáter segítségével. Ő következik. Mikor és mitől beszélhetünk személyiségzavarról? A személyiségzavarok tulajdonképpen arról szólnak, hogy ahogy fejlődünk, minél korábbi sérüléseink vannak, amik abból fakadnak, hogy nehéz környezetben növünk fel, majd erről beszéljünk, hogy milyenben, vagy vannak alkati adottságaink, amik megnehezítik, hogy összerakjuk a képet belül. Az a kicsi önmagunk, aki elindul ezen a hosszú úton, hogy egy érett felnőtt valakivé váljunk, hát így a folyamatos nehézségek során megtörik, és nem úgy rakja össze önmagát, a másik embert belül, a lelkében, a kapcsolatait, a lehetőségeit, a céljait, ahogyan szerencsésebb esetben tette volna. Nagyon sokrétű baja lesz az embernek, ha mostohák a kora gyerekkori viszonyok, mert önmagát se fogja pontosan érteni, hogy mi van vele, vagy ő kicsoda, mik az ő határai, céljai, gondolatai, érzései, és a másik emberre való kapcsolatában is egy állandó változékonyság, vagy éppen valami nehézség adódik. Ugye most kicsit a borderline felé beszélek, de tulajdonképpen minden személyiségzavarban ez van, hogy a személyiség nem egy egységé érleli magát, amihez nagyon jó viszonyok és teherbíró anyukák és apukák és világ kell, hanem valahogy ilyen puzzle-szerű marad a lélek. Rugalmatlan lesz a mintázata? Tehát programozottá válik valaminek az irányába, vagy valami ellenébe? Nagyon sok olyan önszabályozási probléma merül fel, amik arra viszik, vagy abban tartják benne ezt a valakit, hogy inkább a világot valamilyen fájdalmakon, szenvedésen keresztül éljék meg, és azt nézzék, hogy honnan jön a szenvedés, ki az oka, hogyan lehet ezt a szenvedést legyőzni, és ez valahogy a személyközi viszonyokat gyakran meghatározza, hogy valaki fönt lesz, valaki lent lesz, valakit le kell győzni, engem győznek le, be kell adnom a derekamat, el kell nyomnom magamat, ez inkább a borderline, vagy mások fölé kell kerekedjek, akkor vagyok biztonságban, ami mondjuk a narcisztikus. De mivel ez egy nagyon bonyolult mátrix, nagyon sok dimenzióból áll, ezért tulajdonképpen abban a bugyorban, amiről beszélgetünk, a borderline-ban, abban valamennyire a narcizmus is benne van. Tehát vannak átfedések. Vannak átfedések, nagyon bonyolult szövevény van. De ha nagyon egyszerűen akarjuk kifejezni magunkat, minek kell történnie a gyerekkorban, mit nem kap meg egy gyerek, hogy borderline személyiség zavarról beszélhessünk? Sok, de egymáshoz hasonlító útja lehet ennek. Az egyik az, hogy ugye a borderline-ok, a felnőtt borderline-ok borzasztó mély elhagyatottságot élnek meg, vagy mindenben azt látják, keresik, hogy hogyan fogják őket elhagyni, vagy hogyan kéne fenntartani a kapcsolatot akár erőnek erejével. Ezek a gyerekkorok, ezek arról szólnak, hogy egészen mérgező szinten valami fontos dolgot nem kapnak meg, a biztonságos kötődést, a szeretetet, a védelmet, a gondoskodást. Ez a családokban gyakran van valamilyen hidegség, merevség, vagy elnyomás, és hát nagyon sokszor a gyereket kifejezetten bántják, gúnyolják, kritizálják, vagy éppen fizikailag is bántják, vagy szexuálisan abuzálják. Ugye a borderline-oknak a háromnegyede nő, ami nem biztos, hogy úgy igaz, hogy,
hogy a férfiak kevesebben vannak, hanem valószínűleg alul diagnosztizáltak, és mivel a lányoknak inkább megadóbbnak kell lenni, a fiúknak meg harciasabbnak, valószínűleg a férfi borderline-okat narcisztikusként diagnosztizáljuk a legtöbbször. De az eredetük hasonló, és hogy ebben a hideg, elnyomó, rideg és gúnyos vagy bántó légkörben, amiben néha az a bántás egyébként, hogy a gyerek tanulja a szülők közti horrornak, tehát hogy lehet, hogy ő vele nem bánnak úgy konkrétan szörnyen, de azért valószínű, hanem hogy látja, hogy milyen fenyegető dolgok vannak a családban. Horrorról beszélsz. Ez annyit jelent, hogy itt tulajdonképpen mondjuk a narcizmushoz képest még nagyobb rémtetteknek van kitéve a gyerek? Súlyos. Általában a történetekben, ha felszínre jönnek, akkor súlyosabbak azok az ijesztő dolgok, amik ezeket a gyereket érték. És mivel egy jelentős módon nem tapasztalják meg gyerekként, hogy az ő érzelmeik, szükségleteik, önkifejezésük fontos, ezért óriási mértékben tudják ezt lehasítani magukról, elnyomni, eltüntetni. Nagyon, az egy nagyon nagy szenvedésforrás, hogy tulajdonképpen nem tudhatom meg, hogy én ki vagyok, nem fejlődhet a dolog azon keresztül, hogy kifejezzem magamat, hogy autonómá válok, hogy próbálgatom a kompetenciámat, hanem állandóan el kell vesztenem a fonalat, hogy én ki vagyok, ahhoz, hogy alkalmas legyek a szülőkhöz. Zárójelben akarom mondani csak, hogy érthető legyen. Van egy genetikus gondolat, ugye, hogy azért kell egy illeszkedés is ahhoz, hogy egy adott gyerek egy adott szülőpárnak jó legyen, vagy kölcsönösen jól alakuljanak. Tehát valószínűleg van egy genetikai labilitás, érzelmi labilitás, hangulatváltás, vagy nagyobb agresszivitás, amit viszont egy nagyon érett jó szülőpáros meg tud segíteni, de mondjuk egy drog-alkohol ügyben érintett, vagy toxikusan működő felnőtt, vagy felnőtt pár rosszul kezel, tehát a dolog gerjed, tehát ez a gyerek több bántást kap, pusztán az alkata folytán, mint hogyha mondjuk egy szelíd, nyugodt, kicsi állampolgár kezdemény lenne. Őket tették felelőssé már egész kiskorukban is azon feszültségekért, ami normálisan keretkezik egy szülő-gyerek kapcsolatban. Tehát, hogy mondjuk egy példát, vagy millió, még talán ez egy szelidebb példa, hogy mondjuk egy gyerek, egy pici baba az ugye úgy eszik, hogy kiköpi a kaját, vagy hogy éppen nem eszi meg, vagy éppen megeszi. De hogyha ez a szülőből, az anyából egy olyat vált ki, hogy akkor azt érzi, hogy ő egy rossz anya, mert ez a gyerek nem eszik, és mondjuk átnyomja a gyerekre, hogy te egy milyen egy gyerek vagy, aki mellett én egy nem jó anyának érzem magam, akkor a gyerek, az a baba lesz a felelős ezért a helyzetért. Erre mondja azt a szakirodalom, hogy érvényteleníti mindannyiszor saját magát, később az érzéseit, a szándékait, az önértéke is érvényét veszti sok esetben. Ebből fakadó a felnőtt korban? Így van. Igyekszik nem érezni a saját érzéseit. Nem is érzi, vagy elnyomja? Hát ugye ez egy folyamat, én nem gyerekekkel foglalkozom. A felnőtt borderline az idő nagy részében olyan üzemmódban van, hogy ne érezzen érzéseket, és ne támadjanak szükségletei. Ez énvédő mechanizmus? Tehát saját magát védi ezzel? Ez egy ilyen kellemetlen, felnőtt üzemmód, igen, tehát már úgy kellemetlen, hogy ebben üresség van, unalom van, egy ilyen lekapcsolódott állapot van, amiben az a fenyegető, hogyha az ember elkezdené érezni az érzéseit, akkor lehet, hogy majd erre térjünk ki, akkor belülről önmagát kellene megbüntetnie. Tehát már az a külső probléma, hogy a szülő így bánt velem, az idővel beépül a lélekbe, és egy belső konfliktussá válik. Tehát lesz belül egy üldöző szülő, a szülőnek már nem is kell gorombáskodnia, meg hát ugye az utak egy ponton ugye el is válnak, hogy felnőtt korban sokszor, és az illetőnek lesz belül egy úgynevezett büntető szülő része, amelyik meg tudja kínozni, hogyha ő az érzéseit kifejezi. Van egy páciens, ami olyan szépen mondta, hogy milyen konfliktusai támadnak most felnőttként. Mondjuk bemegy egy közértbe,
akkor ő nem az van, hogy nem köszön, mert végülis nem köszön, hogy csak nagyon halkan, mert úgy érzi, az annyira jól ragadta meg, hogy úgy érzi, hogy nincs joga rezegtetni a levegőt a köszönéssel. Viszont a pult mögött levő azt éli meg, hogy bejött valaki, aki egy bunkó, aki nem köszön. E mögött mindig rettenetesen rossz önértékelés van? Tehát ők belül nullának látják magukat pont emiatt, ennek köszönhetően, ami a gyerekkorban történt, a folyamatos leértékelés miatt? Hát ez egy borzasztó rossz önértékeléssel jár nyilván, de talán nem is ez a jó szó, hanem hogy az önértékelés teljes bizonytalanságával jár. Tehát az elhagyatottság érzése mellett egy állandó ilyen diffúzió van, hogy nehezen megragadható, hogy én ki vagyok. A borderline-ok általában nem úgy grandiózusak, hogy színes sávban lépkednek magabiztosan, peckesen az utcán, de abban lehetnek grandiózusak, hogy bevállalnak egy ultra nehéz partnert, ez gyakran férfi, és ez az ultra nehéz partnerek kapcsolatban élik meg azt, hogy majd ők ezt kibírják, majd ők mindenhez alkalmazkodnak, az ő szükségleteik nem számítanak, és akkor majd ezen keresztül ez az idealizálható valaki, csak az a lényeg, hogy ne hagyjon el. Attól félnek ők szakadatlan? Az a rettenet, hogy ugye ez terápiában, ez egy elmaradt óra, vagy egy valami, ugye egy szabadság, az egy borzasztó, fájdalmas és nehéz élmény. Tehát a borderline-ok klasszikusan, összességében egy ilyen olyanban élnek, mint a pici gyerekek, hogy valahogy a pillanatban, tehát nincs egy ilyen olyan időperspektíva, amiben én tudom, hogy az a fickó, vagy a csajom, vagy a férjem, az mindig van. Az most is ott ül. Ugye ezt így úgy hívjuk, hogy tárgyállandóság, tehát hogy a lelkünkben mi tudjuk, hogy az anyukánk akkor is él, amikor a másik szobában van, és akkor is gondol ránk, amikor dolgozik. Nincs egy fix, megfogható, jó másik, akkor az olyan, mintha már nem is lenne. És akkor, mikor már hazamegy a krapek, mondjuk, akkor már lehet, hogy egy sodrófa várja, pedig ő csak egyszerűen dolgozni ment. Most ez nem akarom elviccelni, mert ezek nagyon mély fájdalmak és szenvedések. Tehát mire hazaér a másik, aki egyszerűen csak dolgozott, vagy lehet, hogy még ment egy kört a valamelyik áruházláncba, és azt tapasztalja, hogy óriási adtak alá kerül. És ezek iszonyú szétszedő konfliktusokká tudnak válni, mert ezt nehéz érteni, hogy de hát én csak, a másiknak meg azt jelenti, hogy te már örökre eltűntél. Azt tudod velünk érzékeltetni, hogy az érintetben, tehát a személyiségzavarosban, ilyenkor mi és hol játszódik le? A fejében, a lelkében, az idegpályák során valami a, nem tudom, neurotranszmitterekkel történik valami, tehát mi hívja életre elő azt, hogy a démonok teljesen eluralkodnak rajta? Több dolgot kell tudni, már csak most annyira, amennyire most ebbe belefér, ugye, hogy egyrészt a gyerekkori sérüléseinket, veszélyeztetettségünket az agyunk azt tárolja, a limbikus rendszerben azok benne vannak, és minél több volt a megbántó dolog, vagy a huzamosan fájdalmat okozó dolog, annál inkább rengeteg pici dolog, mint a poszttraumás stresszben, kis dolgok is előhívják az egész veszélyérzetet. Tehát az, hogy te elmész a gyufáért, az nem azt jelenti, hogy elmentél a gyufáért, hanem a központi idegrendszernek azon része számára azt a veszélyt, érzéseket, testérzeteket, emlékeket, gondolatokat, hangulatot hozza föl, hogy te elmentél örökre. Ugye még ehhez pedig az tartozik hozzá, és azért nagyon nehéz a borderline-nak önmagával bánni, hogy a személyiségzavarokban úgy megy a dolog, borderline-ban különösen, hogy nem egy személyiség van, ami mindig ugyanaz, hanem emiatt a zűrzavar és zilátság miatt különböző részekből áll össze. Ugye az egyik rész, ezek vannak ilyen gyerekrészek, az egyik az egy rémült gyerek, akit folyton elhagynak, vagy elhagyhatnak,
iszonyatosan meg van ijedve, alig tudja kezelni ezeket az érzéseit, és ugye ezek a részek kevéssé kapcsolódnak egymással, és átváltanak egymásban. Minek hatására? Hát például, hogy a rémült gyerek azt érzi, hogy most elhagyják, tehát a másik egy kicsit morcos, vagy szeretne elmenni sörözni, vagy nem tudom, akkor az a rémült gyerek átvált egy dühös gyerekbe, hogy megvédje önmagát az elveszítésétől a másiknak, és teljesen irreális szinten esetleg elkezd dühöngeni. Vagy követelőzni, vagy azt mondani, hogy ezt nem teheted meg velem. Miközben a másik néz, hogy hát mit? Hát a Sanyival, meg az Andrissal fogunk sörözni itt a sarkon. Tehát gyere, nézd meg, periszkóppal, vagy valahogy. De ennek a léleknek nem ezt jelenti. És a dühös gyerekből pedig beindulhat az, hogy egy ilyen borzasztó szégyenérzet, és az, hogy a belső saját büntető része beindul, és őt magát megtámadja. És akkor falcolhat, vagy öngyilkos is lehet valaki. Ugye a falcolás az, amikor valaki megvágja magát. Az figyelemfelhívás általában, ugye? Hát, figyelj, nem. Nagyon sok mindent jelenthet. Tehát az, hogy valaki sérti magát, az tulajdonképpen mindegyik állapotában mást jelent. Tehát jelentheti azt is, hogy valaki ebben a fakó, ilyen pseudo felnőtt üzemmódban olyan rendesen viselkedik, de egyszerűen nem érez semmit, és akkor van, hogy azért falcol valaki, hogy valamit érezzen. A dühös gyerek az azért csinálhatja, mert az impulzusait nem tudja kezelni. A büntetőszülő, ha belép a képbe, és ugye ő saját magát gyötri, akkor ez lehet egy önbüntető akció. Ők nagyon fájnak maguknak? Nagyon, nagyon. Elképesztő szorongás és ilyen diffúz, zavaros érzések szoktak lenni, amit ugye azt csillapít, mondom, amikor az érzéseket, szükségleteket valaki ki tudja zárni a lelkéből, ami egyébként az idő nagy részében van, mert a borderline-okat a hevességgel, a labilitással, a drámával szokták azonosítani valójában. A borderline-ok nagyon igyekeznek ilyen tisztességesen, de ilyen lecsillapodott, üres üzemmódban lenni, mert azzal úgy kb. Ki lehet bírni, de ebben nincs változás. Tehát ebben ilyenkor kezdő terapeuták, vagy képzetlenebb emberek azt hiszik, hogy most jól van, mert most nem csapkod, nem dühöng, nem úgy visszarak, békésen zajlanak a napok. De nincs jól, hanem egyszerűen nem fejlődik, nem változik. Csak elgondolkodtam, amikor azt mondod, hogy a benne élő gyerek lép, tesz, akar, hogy egy partner, hogy a környezete tud válságos helyzetben úgy tekinteni a másikra, ha bántja őt, mármint ha nem érintetted, hogy Istenem, hát itt egy sérült kisgyerek tobzódását látjuk. Hogy mit csináljon egy partner, még ha nagyon szereti is a másikat? Őrült nehéz dolog, ugye terápiás keretek között is sokkal kudarc és sokkal szétcsúszó, nagyon feszült dolog. Hát képzelhetjük azt, hogy együtt élve, ugye szülő-gyerek kapcsolatban vagy partner kapcsolatban, ezek a monyodalmak, ezek mit jelentenek? Terápiában azt megtehetjük, ugye azt javasolják bizonyos irányzatokban, és szerintem ez egy nagyon segítő gondolat, hogy amikor a borderline rettentő igazságtalan és dühös, és mindent a fejedhez vág, aminek szélsőbb eseteiben ugye azért előfordulhatnak fizikai dolgok is, az mondjuk egy terápiának jelentheti a végét, vagy a kudarcát, de mondjuk akkor, ha rá tudod vetíteni egy dühös, nagyon frusztrált, rossz állapotban lévő kisgyerek képét a másikra, aki most egy felnőtt testben mutatkozik, akkor az neked segít, hogy tovább tudsz szeretni és kibírni. Mert ha kibírod, akkor ő meg tud őrizni egy jót belőled, pedig támad, de valahogy a lelkében azt a jót, aki te vagy neki, azt meg tudja őrizni. De hát most ez együtt élve, úgyhogy neked is vannak szükségleteid, ez meg azt jelenti, hogy állandóan destruálva van a szeretet.
Tehát te próbálod szeretni, próbálod úgy látni, hogy igen, próbálom érteni, hogy ilyen gyerekkorral, ilyen működésekkel mi van, de hát ez én is egy ember vagyok, tehát hogy kibírhatatlan nagy feszkók vannak, és hát bizony sokszor ezek a kapcsolatok egyszerűen ezen önsorsrontás miatt ilyen nagyon törékenyek. Lehet, hogy furcsa a kérdés, de tudnak ők normális emberi mértékegységgel mérve szeretni? A borderline-ok azok tudnak szeretni, igen. Csak hogy ez nem egy ilyen... De bonyolult. Mániás lázálom, egy ilyen kötődési szándék? Vagy ez érdemi módon megnyilvánuló szeretet? Úgy mondanám, hogy a borderline-ok képesek az empátiára, ők igyekeznek vigyázni arra, aki nekik fontos, csak elvesztik a fonalat, mert könnyen megrémülnek. A rémületből düh lesz, a dühből szégyen és öngyötrés, az öngyötrésből fakó, üres állapot, tehát mondjuk a másik nem feltétlenül a kedvezményezettje annak, hogy most ők empatizálnak-e vagy sem, mert egyszerűen a dolog nagyon viharos, változékony és nehéz. De a borderline-ok igenis tudnak tekintettel lenni. Tehát amikor mondjuk elindul egy terápiában egy borderline páciens, és köztem egy konfliktus, vagy egy ilyen veszélyesebbnek tűnő, számára veszélyesnek tűnő dolog, akkor egyszerre vagyunk kétségon, tehát hogy neki, ha már egy képzettebb, kicsit megdolgozottabb, akkor is nagyon nyersen jöhet az, hogy én most egy gonosz, elhagyó, nem törődöm, valahogyan abuzív figura vagyok, csak ő még nem tudja, hogy hogyan, de majd rá fog jönni, hogy én hogyan bántom. De a másik szinten pedig nagyon próbálhat rám vigyázni, hogy azért ne fajuljon odáig a dolog, hogy tényleg elveszítsük egymást. De ez intellektus kérdése? Nem. A környezet kérdése? Nem intellektus, nem. Ez egy nagyon merev belső működésmód, hogy mondjam, ez olyan, hogy tehát tényleg az egész meló, ugye, ami egyéniben, csoportban, különböző műfajokban zajlik, az, hogy ezt a valakit, aki ebben az önszabályozásban ismeri fel az életet, ő így ismeri az életet neki, vagy így nem ismeri, szóval a lényeg az, hogy így zűrzavaros, vagy így világos neki a világ, hogy őt bántják, hogy ezt a bántást ő felfedezi, hogy visszatámad erre a feltételezett bántásra, mert az érzése az azonos azzal, hogy te ezt tényleg csináltad, hogy ebből baj lesz, ezt mind, viszont ez egy kiszámítható világot teremt, bármennyire rémes. És hogy ezt az embert kell lehetőség szerint átsegíteni egy másik világba, ahol más szabályok érvényesek. Ez biztos hallott, hogy ez nem könnyű. De ez a feladat, tehát hogy ezen gondolkozunk, ezen küzdünk. Ugye úgy szokták mindezt leírni, legalábbis most olvasmány élményeink alapján erre jutottam, hogy először történik egy törvényszerű idealizálás, és szinte belátható időn belül jön a devalválás, tehát a leértékelés. Ez miért történik? Ugye ezt is lehet sokféleképpen magyarázni, mert ezek ilyen nagyon erős belső mechanizmusok. De ugye az elhagyott gyerek résznek szüksége van egy csodálatos másikra, aki befogadja, aki ezt tartozni fog. Gyakran van az a borderline-oknak az a fantáziája, hogy az a másik, aki lehet a terapeuta, vagy az a csodálatos férfi, az majd örökbe fogadja, együtt fognak élni, boldogan egy szigeten. Hát, hogy van egy idealizáló rész valóban, de hát aztán lesz valami, egy szóhasználat. Tehát például szintén ezt a kliensemet idézve egyszer azt találtam mondani neki, hogy nehéz gyerekkora volt, és tök igaza volt, iszonyatosan kikérte magának. Tehát neki nem nehéz. Nehéz gyerekkora van embereknek, de egy borderline-nak nem nehéz gyerekkora van, hanem extrém szörnyű élményei vannak. És amikor én azt a szót használom a legnagyobb jó indulattal, hogy az én
szép, az elképzelt pszichiátersségem jó indulatával, hogy nehéz gyerekkor, akkor az neki egy fájdalmas, bántó, meg nem értettség. Ugyanakkor, bocsánat, azt mondod, hogy jönnek ezek az irreálisnak tűnő, az idealizálásból fakadó, irreálisnak tűnő vágyálmok, de akkor, amikor ő csodálatos dolgokat mond a másiknak, ő azt akkor abban a pillanatban halálosan komolyan gondolja? Tehát az nem manipulációs szándékból történik, ugye? Figyelj, ugye a borderline-okat sok vád éri, például az egyik a manipuláció. Szóval mindig attól is függ, hogy most itt behozzunk egy morális dolgot, mert ha behozzuk a morális szempontot, csak az most nekem nem dolgom, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, most manipulál. Igen, most gonosz velem. Ha pedig egy megértő pszichológiai módon nézem, akkor azt mondom, hogy manipulál, rá akar venni, hogy ne menjek el, vagy hogy én érezzem magam rosszul, mert neki rossz, de mögött egy kétségbeesés van, és az egy rosszaság tudat. És nem számítás. De természetesen mind a kettő igaz. Tehát azért ugye az a bántalmazás nevű valami, azért ebben a borderline-ok is részesek, nem csak a narcisztikusak, meg az antiszociálisak. Tehát a másik érezheti magát bántalmazottnak egy borderline mellett is. De hogy a borderline-nek az eredeti célja, egyébként ahogy a narcisztikusnak is, nem az, hogy a másik kínlódjon, hanem az, hogy ne hagyják el, és őt válasszák. De a módszerek, a mechanizmusok annyira károsak, hogy a másik folyamatosan érezheti magát szorulva és bántalmazottan. Tulajdonképpen, ha jól értem, ő nem is nagyon tud nem manipulálni, lévén, hogy ez a mintázata, ezt tanulta meg gyerekkorában. Nem tudja, igen, mert nem volt módja arra gyerekként, hogy azokat az eszközöket kimunkálja, ugye az a kultúránk, hogy mindenféle nyers dolgokkal tele vagyunk pakolva, akarunk ezt, azt, amazt, már magzatként, babaként, nem tudom. De a kultúra és a megmunkálás az, hogy ezeket valahogy, hát ki kell egyezzünk, és fejlődünk, és megtaláljuk azt, hogy a végén tudjunk szeretni egészleges embereket, egésznek érezzük magunkat, és örüljünk egymásnak, mondjuk legyen így. De hogyha ez akadályozott, akkor egyszer az van, hogy a módszereket nem tanultam meg. Nem is tudom, ki vagyok, tehát honnan is eleve nincs mihez viszonyítani, és a módszereim is kapkodóak és károsak, és a pillanatnak szólnak, ami a másiknak igen rossz, és nekem rontja a sorsomat. Például vannak klienseim, akiknél azt kell elérni, hogy amikor úgy érzik, hogy valaki megbántotta őket, akkor ne kezdjenek el telefonálni, vagy levelet írni, mert már a szakembernek. Hát nem, annak, aki éppen, ja, akinek szól. Vagy írják meg, de ne küldjék el, vagy nekem küldjék, de valamit csináljanak, ami nem az, hogy, mert az másnap nekik is mást fog jelenteni, annak a valakinek valamit fog jelenteni. Tehát nagyon sok ilyen nüanszból áll össze, hogy megnyújtsuk azt a reakcióidőt, ami egy adott állapot kínlódásából fakad. Amúgy ez, hogy mondjam, egészségesebb felnőtt embereknek is gond, hogy ne azonnal legyenek gorombák. És forrófejűek, igen. Mindig, én is tudom, hogyha vannak helyzetek, ahol nem kell nekem aznap levelet írni, mert ez már jártam úgy, hogy hűm. De ilyenkor az ő esetükben valami fajta hasítás történik? Tehát nevezetesen, igen, hogy abban a pillanatban átkerül a sötét oldalra az illető, és az addig itt idealizált emberből egy patásördög lesz? Annak az ellentétpontjai lépnek életbe, amikor abban olyan hívogató és csalogató volt? Igen, mert az izgalomban, meg a veszélyérzetben a borderline lélek szétdobja, amúgy is, de nagyon széttartja, de szétdobja a másik jó és rossz vonásait. És akkor a jó része az olyan, mintha felfüggesztődne, nem bekerül egy ilyen zébe, gardrób szekrénybe, és csak a rosszat tapasztalja meg felőled, és te nem ért, és ez nem egy olyan, hogy na jó, ezt gondolja, hanem ez egy igazi mély, behatoló, bőr alá menő érzés. Tehát amikor egy borderline nem kedveli az embert, az nem olyan, hogy magánügy marad, hanem azt te akkor is érzed, ha egy szó se hangzik el, tehát bemegy a lelked mélyére, szinte átérzed, hogy mi lehet ez a dolog, ami most benne történik. Valahogy a tiéddé is válik. És ugyanez a példa, ez nekem nagyon tetszik, hogy beteszi a gardróbba. Ugyanúgy érvényes az idealizálás során, amikor meg a rossz tulajdonságok kerülnek bele ebbe a gardróbba. Tehát ő nem lát más, csak egy fantasztikus lényt, ugye? Igen, bár azt tudjuk, hogy az idealizálást azért nehezebb fenntartani, ugye ez azért az egy kicsit bajosabb.
Igen, de hát az elején van egy ilyen idealizálós dolog. Lehet hosszabban is, de semmiképpen nem örökre. Iszonyatosan fontos, hogy ne démonizáljunk embereket, akik egyáltalán nem tehetnek a sorsukról, hanem azon érdemes törni a fejünket, hogy hogyan lehet őket inkább visszasegíteni egy olyan felnőtt korba, ahol a saját kontrolljuk megnő, az elfogadottságukat megélhetik, és jobb kapcsolatok. Mert hát ugye egy terápiában ez nem ritka, hogy az illetőt odáig kell elsegíteni, hogy például egy jó párkapcsolatban tudjon lenni. El lehet segíteni? El lehet segíteni, igen. Hogy tud ez egy működőképes, egészséges, minden részterületében mindkét fél számára élvezetes párkapcsolatot jelentsen? Igen. És azért ez hosszú évek terápiája, hát, ugye? Igen. Ügyesebbek 3 év, ilyen kezdők, mint én, az 1 millió év, sok év, tehát hogy sok év, amíg valaki rengeteget kell pallérozni a magát, sok a visszaszívó erő, hogy ez az eredeti fránya önszabályozás újra és újra erőre kapjon. És most nem tudjuk ezt kifejteni, de a lényeg az, hogy sok a buktató, de van kiút, és vannak nagyon komolyan erre kifejlesztett módszerek. Nehéz dolog ez, amit említettél, hogy azért a partnernek mennyi mindent el kell néznie, milyen sok dolgot kell elviselni. Azt hiszem, Szabó Magda írja valahol, hogy én nem tudom megadni neked azt, amivel az élet tartozik. Így van, ez nagyon fontos, igen, ez jó is, hogy mondod. Tehát itt nagyon a borderline-ok, ahogy a narcisztikusok is, meg ezen a soron, azt élik meg, hogy a világ tartozik nekik. Ugye a világ az a személy, hogy az a személy lesz ennek a világnak a képviselője, akivel szoros kapcsolatba kerülnek, és akkor innentől érezhetjük a buktatókat. Én úgy mondom ezt, hogy a borderline-ok azok megpróbálnak életre kínozni egy jó anyát a másikban. Legyen az férfi vagy nő, ez most mindegy. Tehát, hogy addig kínozni, addig, amíg jó anyjuk nem lesz. De hát ez egy felnőtt-felnőtt párkapcsolatban, ez lehetetlen is, meg elég rémes is tud lenni. Hát ebből az indítatásból nem tud születni, csak valami nagyon faramuci párkapcsolat. Szóval itt egész másra van szükség. A borderline személy saját tanulása, terápiai edukációja, önfejlesztése nélkül mindig ugyanaz fog történni, hogy valaki a legnagyobb szeretettel van, de hát egyszer csak azt mondja, hogy hát én nagyon-nagyon elfáradtam. Vagy a borderline hagyja el, mert akkor a rohadék, és aztán ír róla pár könyvet, hogy ez egy mekkora szemét volt. Tehát, hogy ilyenek vannak bőven, tehát sok a szétvívő bomba, támadás, nem mindent bírunk ki. El lehet érni, ugye, hogy a másik totál kiakadjon, és olyasmiket lehet kiváltani a másikból, amit egyébként az addig életében ő se tudott magáról. Tehát, hogy, és akkor azt lehet rásütni, hogy na tessék, te vagy az agresszor. És előállt a mintázat. És akkor előáll a mintázat, de meg lehet érteni ezt a mintázatot, hogy hogyan csinálok mindig agresszort a másikból. Tehát, hogy az valójában az az én agresszióm eredetileg, de mondjuk ide eljutni, az tényleg az egy rögös út. Hát kezdj el minden érintett minél korábban ezt a terápiás utat. Oké. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Dr. Bánki György után következik a borderline személyiségzavar egyik legtöbbet szereplő hazai képviselője, aki könyvet is írt személyes tapasztalatairól. Jöjjön Knessl Beáta Carmen. Te érzelmi nyomoréknak szoktad nevezni saját magad? Igen. Miért? Gyakorlatilag szerintem ezt a definíciót én azért használom, vagy találtam ki már, mert mi lelkileg nem mindig vagyunk toppon, nem tudunk fölállni, nem úgy funkcionálunk, működünk, mint egy egészséges ember. Érzelmileg leginkább. A nyomorék az erős szó. Igen, de ez is erős. Igen. Ez is erős? Annál erősebb, igen. Milyen? Tudod érzékeltetni? Olyan, mintha hogy óránként egyik pillanatra a másikra lenne egy ideg összeroppanásod. Hú, ez nagyon szemléletes példa. Igen,
és nem túlzó, azt kell, hogy mondjam sajnos. Az is érdekes, hogy ugyanabban a pillanatban tudunk gyűlölni, legalábbis én személy szerint egy embert gyűlölni és imádni, ugyanabban a pillanatban. Melyik az erősebb? Az attól függ, a szituáció függő. Kiváltja ezt valami? Megnyomódik egy gomb? Olyan külső tényezők tudják kiváltani, ez főleg ugye akivel érzelmi kapcsolatban vagy, általában azok, hogy egy olyan történés, egy esemény képes ezt indikálni, amit nem is tudom, hogy az érzelmi központom úgy reagál le, hogy nekem ott azonnal, én egy felkészültebb borderline személyiségzavarban szenvedő valaki vagyok azért már, ugye én ezzel foglalkozom nagyon régóta, mint tapasztalati szakértő, nem mint szakember. Hogy ugyanabban a pillanatban el kell döntenem, hogy ez most ez a külső sérelem, ez vélt, vagy valós. Nekem azt azonnal kezelni kell tudnom. Mert mindig a külvilágból érkezik valami, ami a te felfogásod szerint, vagy észleleteid szerint sérelemként könyvelendő el. Mindig igen. Ez az indukátor. Igen, 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 határozottan. Lehet ez egy megalapozatlan sérelem is? Igen. Tehát egy apróság is? Egy teljesen nüansznyi kis semmiség is, igen. Nem úgy nézett az illető, biztos, megpróbálom letapogatni, hogy mit gondol. Lehet, hogy ebben a pillanatban én is most megpróbálok téged letapogatni, hogy miért kérdezed, hogy kérdezed, és hogy te ezt... mit szeretnél ebből kihozni? Mindig támadást sejtesz, nem mögött? Nem mindig, de nagyon sok esetben. Ez volt a legnehezebb talán. Volt régen olyan, hogy bolhából csináltál elefántot, és emberi kapcsolatok mentek rá egy teljesen jelentéktelen rossz szemvillanás miatt? Talán nem is a rossz szemvillanás miatt, de volt rá precedens, igen, hogy... azonnali hatállyal akkor kapcsolataimnak vetettem úgy véget, hogy nem azért nem ennyire nem sarkosított, szóval nem kizárólag egy rossz szemvillanásnak köszönhetően voltak előzményei azért ennek. De olyankor te kvázi meg is gyűlölöd az illetőt? Ideig óráig, igen. Ideig óráig? Tehát ez aztán újra elmúlik, és lehet belőle egy imádott ember? Igen. Igen. A következő órában is akár. Igen. Uh-huh. De ez inkább a múlt. De amikor a gyűlölet vett lobot benned, és lesz igazán érvényes, akkor tulajdonképpen teljesen elfelejtődik az, amikor rában olyan nagyon vonzó és ámulatba ejtő volt a másikban? Ilyenkor nem a másikat támadjuk be, azt gondolom, ezt most azért idézőjelben, hogy támadjuk be, hanem azonnal elkezdünk azon gondolkozni, hogy mi milyen hibát vétettünk, hogy mi miért így, hogy hozzánk miért így viszonyulnak. Hogy azonnal egy belső mechanizmus indul el, hogy biztos mi csináltunk valamit úgy, amiért ez az illető így viselkedik. Mindig és ez nem mindig valós. Mindig mindenek előtt magadban, önmagadban keresed a hibát? Igen. Te rájöttél ennek az okára? Tehát, hogy ennek van valami családi keltezése, vagy keletkezés története, vagy oka, vagy ilyen a természetrajza ennek a zavarnak? Természetesen van, de így erről nem annyira szeretnék beszélni. Ugye nálam 2015-ben borderline személyiségzavar diagnosztizáltak, és amikor én megkaptam úgymond ezeket, hogy miből áll a borderline személyiségzavar, miben léte mondjuk a kritériumok, akkor így az egész család gyakorlatilag összeomlott, hogy úristen, ez te vagy. Hogy igen, hogy én abszolút érzem is, és tudom is, hogy mi bajom van. Be tudom helyettesíteni már, de ehhez idő kellett. Muszáj egy picit beszélni a gyerekkorban történtekről, lévén, hogy a szakember ugye azt mondja, hogy minden ott igen. Keresendő, és egy borderline személyiségzavar az a gyerekkori sérelmek okán alakul ki. Te be tudsz számolni, aztán annyit mesélsz el, amennyi úgy gondolod, hogy ránk tartozik, valami fajta... abúzusról? Igen, vagy... lelki abúzus nálam az én esetemben fizikális nem volt. Igen, több esetben, illetve hosszan fennálló. Igen. Mikrokörnyezetedből? Igen. Hány éves voltál? Hát igazság szerint a szüleim válása, de a születésem kapcsán is már. Ugye nekem édesapám meghalt, és nem szeretném, nem tudnám megvédeni magát, és nem is szándékos volt ez. De így körülírva nagy vonalakban, de majd biztos ezzel is kapni fogok, pedig ez az igazság. Édesapám egy ilyen nagyon
nagyívű, nagy stílű ember volt, nem vetette meg a gyengébbik nemet, és ez az első tigyás, mondtán ez így érdekes is lehet, mert nem szoktam erről már beszélni. És amikor én édesanyám hasában megmozdultam, aznap derült ki, hogy édesapámnak van egy hosszan tartó, elég nem is tudom, hogy mennyire bensőséges szeretői kapcsolata, és az édesanyámat kórházba küldte a nőgyógyásza, és nyugtatózta, abban az időben ez így működött. Hát azért gondolj bele, Endre, agyon nyugtatózni egy kismamát azért az úgy elég kemény, pluszban anyunak is az a lelki teher, stressz, hogy, hogy így. Hány éves korodban váltak el a szüleid? 7 éves koromban. És ha jól sejtem, akkor édesapád volt az, aki úgy lépett fel, amit te sérelemként tudsz elkönyvelni, ugye? Ha úgy nézzük, nekem utána egy határozottan én kaptam egy olyan nevelőapát, amit ha mindenkinek a szülei, akik elválnak, ilyen nevelőapát kap, hát szerintem nem lenne baj a világgal. De én az édesapámmal is jó kapcsolatban voltam, csak ugye a későbbi párkapcsolataim során is én nagyon érdekes, de ezeket a férfiakat vonzottam, és ez egy apa kép, most átmentünk ebbe. Hogy ez a kicsit, nem is az a jó szó, hogy bántalmazó, de úgy lelkileg azért ott én nagyon nehezen tudtam megemészteni, hogy édesapám lelépett egy fiatalabb nőért. No, de vissza a gyerekkorhoz, mert hogy te azt mondod, hogy tulajdonképpen egy fényűző gyerekkorod volt. Igen, határozottan igen. Jachtotok volt például az Adrián? Igen. Tehát úgy kell elképzelni, hogy minden gyerek tulajdonképpen, mikor nagyon vágyik arra, hogy jó sora legyen, akkor olyasmire vágyna, vagy vágyott, mint ami neked jutott osztályrészedül? Igen. Hogy kell ezt elképzelni? Most a jacht azért az egy elég beszédes dolog, de ezen kívül még mitek volt? Hát volt szállodánk, építőipari cégünk, nem, de luxusautók, nagyon szép villába laktunk. Gyengétség, szeretet, melegség, az volt? Talán volt. Ez érdekes, hogy talán volt. Igen, volt. Tönkrement a családi vállalkozás, az építőipar volt körbetartozás, ezt így kell elképzelni leginkább. És akkor a luxus lakásomtól kezdve, a luxus autómig, a jaktig, a szállodáig, a cégig minden vége. Figyelte. Egyik napról a másikra mindent elvesztem. Ez azért egy több hónapos folyamat volt. Hát azért az egy nagyon rövid periódus. Azt épp elég lehet megemészteni. Eladdig te egy milyen lány voltál? Szórtad a pénzt, nagy kanállal faltad az életet? Nagy kanállal faltam az életet, de én nem szórtam a pénzt. Lehetőségem volt Angliába nyelvet tanulni a 2000-es években. Nem az a klasszikus, hát milyenre jó szó, nem az a klasszikus snob voltam. Például sosem barátkoztam, nem érdekelt egy emberi kapcsolatnál, párkapcsolatban sem, hogy az illető milyen vagyonos, vagy milyen anyagi háttérrel jön ebbe a kapcsolatba. Sőt, én egy embernél mindig azt néztem, hogy milyen ember. Nekem így volt lelkem, akkor is a menhelyek, sőt, kutyák érdekeltek. Szóval akkor is nekem mindig volt lelkem. Azt mondod, hogy lelki bántalmazás talán volt. Ugyanakkor... Igen. Ugye arról is beszámolnak, az elhanyagoltság az szinte mindig megfigyelhető. Erről is be tudsz számolni? Hát Endre, én ezért nagyon ki fogok kapni most. De annyit mesélj el, vagy mondjál, amennyi úgy gondolod, hogy még elmondhatod. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy amikor sokat mondják neked azt, hogy a szomszéd, a barátnőd, a nem tudom ki, az XY mindig jobb, szebb, okosabb, jobb tanulóbb, több diplomája van, ezt hallgatod reggeltől estig, az egy idő után azért fájdalmassá tud válni. Akkor elkezdesz gondolkozni, hogy ennyire rosszul csinálsz valamit, vagy ennyire nem vagy jó. Ott tartunk, hogy gyerekkorban történtek ezek szerint, megácsolták ennek a személyiségzavarnak az eljövetelét, vagy meglétét. Igen. Mikor topzódott mindez, vagy kapott lángra? Akkor, amikor egyik napról a másikra minden összedőlt? Igen, és akkor én önszántamból be is vonultam a pszichiátriára, mert én általában azt szoktam csinálni, hogyha érzem, hogy valami nem stimmel, akkor így elgondolkozom, hogy oké, de hogyan tovább. De akkor nem volt arról fogalmam sem, hogy borderline személyiségzavarom van. Na, de várjál, akkor ez már nem az első eset volt, hogy te a pszichiátriára akartál menni? Nem. Voltam, gyermekkoromban nem voltam pszichiátrián, de furcsa kislány voltam például. Az óvodás koromban úgy kell elképzelni, hogy mondták, hogy
anyukámnak, hogy ott vannak a gyerekek, meg a Bea. Furcsa voltam. Ilyen, mondjuk úgy egyéniség, ha így nagyon... Különc voltál. Különc, így el szeretnénk vinni egy ilyen szebb, pozitív a felhanggal, akkor egy egyéniség, különc, valami, igen. Akkor kapott lángra, amikor egyik napról a másikra szinte mindent elvesztettetek. Igen. Te felhívtál egy pszichiátriát, és azt mondtad, hogy jövök, be kell menjek. Szinte igen. Mit éreztél? Hát, hogy nem annyira szeretném túlélni ezt most már így, hogy szeretnék meghalni. Gyakorlatilag. Hogy én ezt nem csinálom tovább, így, ebben a formában. De mit éreztél? Mi fájt? Nem is annyira az anyagi, nem a szép dolgok elvesztése, vagy ilyenekre kell gondolni, hanem hogy teljesen egyedül vagyok a világon, nem fogok kijönni belőle, már anyagi biztonság sincs, a világ, de tényleg lehet egy picit káromkodni? Igen. A világ legnagyobb szara vagyok. De szó szerint értsd. Hogy semmire nem jó, soha nem jövök ki belőle, nem tudom, mi történik, minden borús, minden össze fog omlani, itt mindennek vége. Egy nagy része a barátaimnak, nem a privát, hanem a családom által megismert baráti körnek, azok is így a vagyon, hogy mondjam, elvesztésével ők is eltűntek a semmibe. Szóval ezt szó szerint tényleg úgy kell elképzelni, hogy amikor semmi nem lesz egy idő után, akkor tényleg eltűnnek bizonyos emberek az életedből. Szóval ez nem csak egy ilyen, nem is tudom, légből kapott dolog, hanem akkor így minden megszűnik. Ez valós része volt, hogy ők eltűntek például. Bementél a pszichiátriára, ahol diagnosztizálták nálad a borderline személyiségzavart. Igen. Megijedtél? Nem. Boldog voltam. Hogy végre... Igen. Hogy végre neve van annak, amit én belül érzek. Hogy akkor nevesítjük. Nagyon jó. Tudom, fura, de jó. Örültem neki. Megnyugtatott. Igen. Te tudtad te, hogy mi az? Nem. Én annak előtte olvasott embernek tartom ugyan magam, de nem sem szakirodalmat, még a kifejezést sem hallottam. 2015. február 4-e, igen. Azért ezt megjegyzi az ember. Igen. Kinek mondtad el, vagy hogy mondja el ezt az ember? Pláne még akkor, amikor ennek nem volt akkora divatja. Hát én azért elég laza vagyok, azt gondolom, már nem egyébként itt az elmúlt 7 év alatt, majd erre szeretném, ha rá is térnénk egy kicsit, hogy mi történt a borderline diagnózis után. Akkor én így mindenkinek. És akkor mondtam, hogy én írok erről egy könyvet. Mert ha írtam előtte könyvet, és mondom, akkor én írni fogok erről egy könyvet. A pszichiátrián azért... Én ott azért nem érzem annyira rosszul magam, ha lehet ilyet mondani, mert olyan otthonra talál a lelkem. Nem az van, hogy mikor jövök már ki? Bocs. Nem. Nem. Ha. Ott mi történik veled? Terápiák vannak, teljes megértésre találok, megnyugszom, nem kell a külvilággal foglalkozni, de az is attól függ, hogy milyen periódusban vagyok. Ha egy rosszabban, akkor borzasztó jól tudom érezni magam, szóval gyakorlatilag bemegyek oda, és megnyugszom. Meddig szoktál benne lenni? Egy hónapnál tovább soha nem voltam bent eddig. Én nem jártam terápiába, ezeken kívül, a bentfekvéseken kívül, de például múlt héten két orvos mondta, az egyik egy pszichiáter, a másik egy nagyon jó ismerősöm, egy főorvos, kardiológus, hogy csak itt találkoztunk, hogy azonnal például kórházba kéne most mennem, de mondtam, én már megtanultam kezelni, szóval azért rendre, mert én itt ülök, egy megbízható embernek tartom magam, mi ezt megbeszéltük, én attól függetlenül most nagyon nem vagyok jól, de én ezt úgy fogom végigvinni, ha ezt nem mondanám el, nem tudnád. Nem, valóban. Én tudom. Megtanultam 7 év. Mert mi történik belül most, amitől rosszul? Ugyanaz, amit az előbb elmondtam, csak nem kommunikálom kifelé. Megtanultam mosolyogni. Állítok képtelenség belőle kijönni, én tudom, hogy kell kijönni belőle. De kijönni belőle, vagy időnként lecsillapítani, az más dolog, nem? Túlélni. Túlélni, aha. Egy szóval, túlélni. Én nem pénzt kérek az emberektől, hanem hogy segítsenek hozzájutni egy olyan könyvkiadóhoz, mert azt gondolom lenne rá igény. Aki ezt a könyvet kiadná. Ugye az első könyvet, illetve az már a második könyvem volt, amit a pszichiátria után írtam, azt magánkiadásba tudtam csak kiadatni.
és utána már kiadt egy másik kiadó is, szóval lett ennek azért egy visszhangja, meg egy sikeresnek mondható könyv, azt hiszem. De ezt a következő könyvnél én már nem tudom végigcsinálni, amiben a borderline személyiségzavar megoldását megírtam. Hétköznapi kompetenciákat tartalmaz, sehol a világon nem jelent még meg hasonló sem. Én valószínűleg be fogok feküdni egy kórházba a jövőre, igen, megint. Igen. De én ezt időközönként azóta meg is teszem, mert tudom, hogy segít. Ott nagyon jó, ott terápiák vannak, de ugye ez egy ilyen kéthetes, háromhetes időszak. Nem tudom, és véletlenül se vett támadásnak, de hogyha ott te, mikor befekszel, érzed annak a konstruktív, hozzáadott értékét, hogy terápiák vannak, és látnivalóan sokat segít rajtad, akkor nem lehet azt megspórolni, hogy folyamatosan jár az ember terápiába, és nem egységnyi idő alatt, amikor már beköszönt a nagy baj, kell ilyen értelemben segítséget kapni? Értelek. Na most egy érdekességet azért hozzátennék ezt, hogy mennyit kell ahhoz keresni, hogy egy komoly terapeuta foglalkozzon ugye ezzel a borderline személyiségzavarban szenvedők speciális igény, ha úgy nézzük. Igen. Oda nem akármilyen szakember kell. Na most nagyon szeretnek egyébként a munkaadók, mert beírják a nevem, és tőlem azonnal megijednek, két diplomával, négy szakmával is megijednek. Nagyon érdekes dolgot mondok. Egy multicégnél, hipermarketnél voltam HR-es tavaly. Mind érdekesség. Na most nem gondolnám, nem alantas a munka, meg nincs ezzel gondom, de az önbecsülésnek nem tett annyira jót, hogy HR-esként kellett a vásárlók kosarait összeszedegetnem és odavinni a bejárathoz. HR-esként. Szóval kb. Ilyen munkahelyeket kapok. Na most, ha ilyen munkahelyeket találok, és nem sajnáltatom magam, mert nem szoktam játszani a mártírt ebben a témában, megpróbálom megoldani. De ha ilyen jó melókat kapok, akkor szerinted ezekből a melókból mennyire lehet egy olyan terápiát kifizetni? Tehát anyagi gátja van magyarul. Részben igen. Én megpróbálom. De ha meg lenne a pénz hozzá, akkor sem mennék terápiába. Miért nem? Mert azok az emberek, akik nem tudnak egy ilyet megfizetni, azok sem mehetnek terápiába. Igen, de csak folyamatosan az a érdeklődésem fókusza, hogy rajtad ki fog ilyen értelemben segíteni, hogyha te megáltalkodottan másokon akar segíteni, és látnivalóan azt mondod, hogy elértél a teljesítő képességet határához. Endre, én egy nagyon kreatív embernek tartom magam, annál kreatívabbnak. Én meg fogom oldani, de nagyon jól jönne segítség azokba. Azt például további, ez egy olyan sikert adna akár a külföldi könyvkiadás, akár az új könyv, az egy olyan átlendítene. Nincs most olyan sikerélmény semmiben. Próbálkoztam nagyon sokat. És mondd, egy olyan ember, akinek kabriója volt, szóval egy olyan embernek különösen nagy megrázkódtatás, amikor ennyire meg kell fontolnia azt, hogy mikor, hol kap munkát, és mennyi lesz a fizetsége. Tehát, hogy tudnia kell, hogy meddig ér a takaró. Nem tudom már milyen az, hogy nem nézem az árakat. Hogy Jézusom, már nem tudom. De ha ebbe szépen megint beleringatom magam, az sokkal rosszabb. Szoktam agyalgatni a múlton, de inkább érzelmi ilyen ex-ekkel, vagy ex-el kapcsolatos dolgokon szoktam. Igen? Igen. Azt kérdeztem az előtted nyilatkozó Bánki György szakembertől, hogy például a borderline személyiségzavarba szenvedők a későbbiek során képesek-e felülvizsgálni rossz döntésüket. Tehát van-e bennük belátás, hogy hogy én ott milyen voltam azzal a szerencsétlennel, aki mindent megpróbált, szeretett, és én mégis lehasítottam, és rosszul bántam vele. Ilyenek vannak? Hajaj, igen. Hogy jön egy ilyen felismerés? Villámcsapásszerűen. Beugrik Béla arca? Igen. Igen? Azt, hogy a fenébe, nem akarok káromkodni, hogy... Aha, hát azt ott akkor elbaltáztuk, de nagyon csúnyán, bocsánat, azt nem kellett volna. Bocsánat, baltáztuk, vagy baltáztad? Jó. Ha itt egy konkrét személyre gondolunk, akkor szerintem ezt közösen tettük. Ő miben hibázott? Hát holnapig ülnénk itt, de lehet, hogy egy hétig. De a betegségeddel kapcsolatban most nem egyéb térfogatai érdekelnek a párkapcsolatban, de hogy a betegségre való reagálás kapcsán, vagy az azzal való viszonyulás vonatkozásában. Sokkal jobb lett volna, ha tudunk arról, hogy nekem mi bajom van. Ő mit látott? Ő látott egy
szélsőségesen viselkedő. Elkényeztetett, akkor még nagyon dekoratív voltam, egy meglehetősen dekoratív, elkényeztetett HP-t. Elnézést. HP-t a hülye picsát. Igen, köszönöm. Igen? Igen, igen, igen. De a betegséged az hol volt tetten érhető? Azt gondolom, hogy na ezen viszont még sosem gondolkoztam. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez úgy ténylegesen, úgy kézzelfoghatóan mikor jöhetett ki. Azt tudom, hogy a 2012-13-14, amikor bevonultam a pszichiátriába, amikor mindenünket elveszítettünk. Mondom, azért ez egy annyira érdekes kapcsolat volt ezzel a bizonyos ex-szel, hogy ott szerintem ez ilyen fele-fele arányba is. Az édesapámnak volt gyakorlatilag, nem is tudom, az ikre, ha lehet ilyet mondani, hogy egy az egybe. Egy hát hisz mondtad, hogy általában ilyet választottál. Igen, igen, igen. De a betegségedből fakadóan, vagy a személyiségzavarodból fakadóan, mert hogy ez nem betegség, azt mondják, ez személyiségzavar. Milyen hibákat vétettél te? És nem is, természetesen nem kell neveket említeni, de hogy milyen fajta módozatokra kell gondolni párkapcsolaton belül, vagy a mikrokörnyezetben belül? Hát ez úgy régen fordult elő, hogy mondjuk elég sokat nyomoztam. Nyomoztál, az mit jelent? Féltékenykedtő? Hát de annak a, ami most meg már ugye a technika segítségével most már azért egyszerűbb bárkit úgymond tetten érni, azt gondolom, hát én technika nélkül megoldottam. Mondok egy példát, ami talán vicces is, mondjuk nem indokolt, hogy viccesek legyünk, de legalább szórakozunk is egy kicsit. Én kinéltem Angliában, és a barátnőimet, ugye akkor nagyon drága volt a mobiltelefon, a barátnőimet oda küldtem a háza elé, hogy na most akkor gyerekek, rendszámokat az összeset tekintsük meg, ezt nekem írjátok meg, vagy hívjatok föl, milyen rendszámok állnak, milyen gépjárművek, és azoknak milyen rendszámuk van, azt küldjétek ki nekem, és akkor, de ez nagyon régen, ez több mint 20 éve volt, és akkor én akkor még lehetett ilyet csinálni név nélkül, a barátnőm apukája rendőr volt, és mondtam, hogy na akkor XY bácsi, szeretném tudni ezeknek a rendszámoknak a tulajdonosait. És utána fölhívtam az IPS-ét, és mondtam neki, hogy te figyelj, milyen XY áll előtte, azt honnan tudod, nem Angliába, vagy hagyjad, mondom, hát nekem nem kell az, vagy te Angliába, vagy mondom, nekem nem kell az itthon lennem, hogy ezeket én tudjam. De mit akartál fanatizmus, tudni? Akkor vagy így képzeld el, fanatizmus. Akkor de, így. De mit akartál tudni? Bizonyosságot gyakorlatilag, hogy neki sem kellek, és... Hogy nekem legyen ebben igazam, hogy igen, megcsal, igen, és infagrant, igen. Ennek bármilyen realitása volt? Igen, viszont igen. Igen? Persze. Tehát akkor ezek azért nem csak démonok azért voltak. Azért mondom, hogy édesapámhoz nagyon hasonló fiatalemberről beszéltem. Értettem. De végső soron, és ez egy fontos mondat, amit te mondtál, hogy elő akartad állítani azt, ami a fejedben élt, nevezetesen, igen, hogy neki se kellek. Igen. Mert hogy ez az alapérzet? Persze. Annyira értéktelen vagyok, hogy engem nem lehet szeretni. És most itt elütjük tényleg humorral, de én ezt változatlanul nagyon sok esetben, mai napig így gondolom, nagyon sok esetben. Nem lehet szeretni, mint embert, mint nőt, mint barátot, mint szeretőt. Barátot azt gondolom, igen. Barátot talán igen, mert néha vicces vagyok, szóval meg segítőkész. De mint partnert, mint nőt? Nem. Pillanatokra se hiszél az ember? Most próbálkozom azzal, hogy megpróbáljam így elhinni a jövőben. Meglátjuk. De volt olyan, amikor úgy az extázisát átélted egy intim viszonyban? Hogy milyen? Ahogy a nem kellek, vagy a kellek rész? A kellek. Persze. Hogy persze. Nem is csak a kellek, bocsánat. Amikor tényleg elhitted a másik szemén keresztül, igen, igen, hogy te egy baromi értékes, igen, nő vagy? Igen, igen. Pillanatokra. Pillanatokra? Pillanatokra, igen. Tehát az, hogy nem tudom, hogy két hétig ebben a létállapotban légy, az szinte elképzelhetetlen. Nem. Pillanatokra? Bár itt most egy konkrét személyre gondolok, de voltak azért normális párkapcsolataim, majdnem, nem, mindegyiknek én vetettem véget, ők túl normálisak voltak, meg nem voltak elég. Túl normálisak? Már mihez képest? Igen. Hát most bújt ki a szög a zsákból, igen. Nagyon jó kérdés, Endre, megfogtál. Elküldhette nullálat a kérdéseket. Olyan... Van egy ideád, és nem bántom ezzel az exeimet.
de meg van egy ugye egy apakép. És ahhoz én így, mintha egy nagyon furcsa lesz, amit mondok, és ezt lehet, hogy ki fogják kezdeni sokan. De mintha az ember, erre azt hiszem van egy kifejezés, de mintha a bántalmazóval akarna. Igen. Hogy azt szoktam meg, és... Az a te sémád. Igen. Igen, köszönöm, igen. Tehát ők, aztán majd szólsz, ha nagyon messzire merészkedem, nem lehet, hogy ők egész egyszerűen csak szeretni akartak? De. És nem bántani? De. Igen. És azt nem tudtad elfogadni? Nem ismertem az érzést. Hogy ez fura, hogy nincs bal, nem kell nyomozni. Nem is értem. Ezen közben te mit csináltál velük? Ellökted? Igen, unatkoztam, hogy akkor, na jó. Meg a régi után sírtam, és ezt azért általában tudom, de tényleg én valami anti, nem is tudom, mi leszek ezek után, hogy a régi után sírtam, és némelyiket fárasztottam is ezzel a nagy szerelemmel. Hogy lökted el ezeket a derékfiúkat? Az udvarlókat, meg igen. Hát úgy, hogy akkor itt a végén más szeretek. De hát még mindig? Mondtam, igen, még mindig. Bántottad is őket egy picit? Kínosztad? Nem. Hát annyiban, hát nem gonoszkodtam. Nem. Azt megállapítottuk a szakemberrel, hogy szó nincs arról, hogy valaki egy ilyen alattomos, sötét lelkű, gonosz ember lenne, egész egyszerűen olyan mintázatokat követ, és olyan működési elvek lépnek életbe, amelyek óhatatlanul előhívják ezt a fajta működést, hogy egy normálisan működő ember ezt kínzásként is értelmezheti. Hát, érdekes. Ellöktem őket, de nem kínosztam, azt gondolom. De mondd, és ha az ember már kellően belátó, és rájön arra, hogy egy rossz működési reflex nyomán lökte el ezeket a derékfiúkat, akkor annyi nincs benne, hogy megpróbálja önmagát meghaladni. És azt mondja, hogy Géza, én ott ez és ez voltam veled. Hát a Gézáékkal, ha lehet őket így hívni, azt hiszem, egy kezemen biztos, hogy meg tudom számolni, hogy az elmúlt hónapban ezekből az exekből, kivel mindegyikkel beszélek, szóval én jóban vagyok velük. Azt mondod, hogy legtöbb esetben azt érzed, hogy téged képtelenség szeretni. Hát sok esetben, nagyon sok esetben, igen. Van olyan, és most a párkapcsolatoktól egy pillanatra eltávolodva, egyéb minőségedben, amikor elhiszed magadról, hogy értékes vagy? Igen. Milyen minőségedben és mikor? Az alapítvány kurátoraként. Tehát ez fontos identitásképző történés és elem a te életedben. Hát azért ülök itt még, és azért nem vagyok egy kórházban, mert nekem azt még mindig vinnem kell, és azért is nem mondtam le, ugye azért régóta megbeszéltük, hogy majd jövök hozzád. Nem lehet az, hogy ezt csinálod, a saját szemedben az önértéked is jelentősen megvan. De. És ezért ilyen fontos. Persze. Ennek köszönhetően van önértékelésem és önbizalmam, mert ezt ismerem, erről tudok beszélni, azt hiszem, mint mondottam, értem el sikereket, vagy értünk el sikereket embereken keresztül, emberekkel. Ennyi. Látod te azt, hogy neked lesz egy kiegyensúlyozott párkapcsolatod hosszú távon? Igen. Igen? Igen. Tehát nem csak, hogy nem mondtál le erről, hanem már megdolgoztad magad annyira, hogy most már képes vagy egy egészséges kapcsolatot működtetni? Igen. És tényleg így 44 évesen, nem titok, azért így kemény, hogy valaki azon gondolkozó, hogy lesz-e valaha normális párkapcsolatom, de hogy elinduljak, nem a gyógyulás útján, én azt gondolom, már sokkal jobban vagyok. Te is mondd, és az új Gézákat nem fogod ellökni? Hát, jó. Reméljük nem. Hát akkor ezt kívánom. Mind a Gézák miatt, de legfőképp te miattad. Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy eljöttél, és ezt elmondtad. Köszönöm.